Sziasztok! Üdvözlünk titeket innen a Budapest Kávézóból a Klikkált Könyvesben. Én Sipos Janka vagyok. Én Varga Otto. És ismét hoztunk nektek két könyvet, amit majd ki fogunk együtt tárgyalni, valamint nagyon sok mindennel készültünk még, például szó esik majd Milan Kunderáról és az életművéről, hallhattok botrányos könyvekről, fogunk beszélni ezen kívül olyan könyvekről, amelyek most fognak megjelenni, és olyan filmadaptációkról, amiket az elkövetkezendő rövid időn belül várunk. Pontosan. Hát akkor szerintem vágjunk is bele, és hát választottunk ugye két könyvet. Az egyik Puskás Panni a rezervátum visszafoglalása című novellás kötete, amelyet én adtam a te kezedbe. Hogy mit kell tudni róla? Hát Puskás Panni egy első kötetes szerző egyébként, ő újságíró főleg, és ez az első kötete tavaly jelent meg, és hát szerintem egy nagyon-nagyon erős debütáló kötetre sikeredett. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Voltak benne rövid történetek, amelyek teljesen, hogy levettek a lábamról. Például maga a legelső történet, amely egy poén elővése nélkül egy híres íróról szól. Szerintem ez a kötet legjobbja volt. Nagyon eredeti történetekről van szó. Szintén hozzá kell tenni, nagyon intenzív történetek egyébként. Tehát tényleg szex, erőszak nagyon jelen van ezekben a történetekben. És néha nekem olyan érzésem volt, mintha az egyes karakteroknak a mentális állapotát próbálna egy kicsit kivesézni, mintha az ő szemükön keresztül próbálna látni a világot. Mindenképpen fontos megjegyezni ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy ahogy te is mondtad, tabu témákat is boncolgat, és olyan dolgokat is elővesz, amit nem nagyon jellemzőek az irodalomra. De a másik dolog pedig az, hogy egy nagyon erős társadalomkritikai él is van ezeknek a novelláknak, és reagál olyan éppen a társadalmat foglalkoztató jelenségekre, amik most kimondottan fontosak. És azt gondolom, hogy az a abszolút bravúrja ennek a kötetnek, hogy mindezt nagyon-nagyon rövid és pároldalas novellákba bele tudja sűríteni. Tehát nagyon-nagyon koncentrált szövegekről van szó. Pontosan, tehát egy rövid történetben mondjuk, hogy 3-4 oldalacska csak, sőt van egy rövid történet, amely, ha jól tudom, 2 oldal, és ebbe a 2 oldalba sikerül egy komplett regény szabású történetet belesűrítenie, és ahogy mondtad, szintén tabu témákkal foglalkozik, és politikai témákkal. Viszont ezeket a politikai témákat nem olyan metaforikus, vagy burkolt módon meséli el, vagy mondja el a véleményét, hanem tényleg, hogy explicit módon bemondja az olvasó arcába ezeket a dolgokat. Például a magyar miniszterelnök meg van többször említve benne például, illetve van egy nem nagyon burkolt utalás a Covid vírusra az egyik történetbe, és magából az a előítéletek azzal szemben, ahogy ahonnan indult a vírus, vagy az, hogy hogyan viszonyulnak azokhoz az emberekhez, akik megkapták ezt a vírust. Tehát az egyik történet erről is szól. És például a mentális egészséggel is nagyon sokat foglalkozik ez a könyv. Pár történet kifejezetten arra van kiélezve. És nagyon intenzív, és nagyon, azt is mondhatnám, hogy néha szinte kellemetlen módon adja vissza, de szerintem nagyon működik. És pontosan ezért van jó, hogy nyers és szókimondó maga ez a kollekció, és nekem azért pontosan nagyon-nagyon tetszett. Igen, nagyon bátor és ütős szövegek vannak benne, de egyébként eléggé eltérő szövegek is vannak benne, tehát teljesen más témákat is boncolgat, és boncolgat akár olyan banális témákat is mindezek mellett, a nagy jelentőségű társadalmi témák mellett, mint mondjuk a szerető szerep. Tehát van egy novella, amelyben egy lány gyakorlatilag azon dohog, hogy mit és hogyan kezdjen a szerelme családjával, aki ugye elhagyta a családját, ő érte. És tehát nekem ez is nagyon tetszett, hogy nagyon-nagyon különböző témákból merít, és nagyon átfogó, és még azt is mondhatnám, talán megkockáztathatom, hogy a Magyarországot, például Magyarországot most foglalkoztató társadalmi jelenségekről egy nagyon-nagyon szép tablót ad. És ahogy mondtad, hogy más témákkal is foglalkozik, és szerintem egyes történet tecske, mondjuk úgy, szerintem egy kicsit más stílusban is vannak megírva. Tehát van egy történet, amit mondtam, hogy egy hatalmas hosszú történetet belenyom 2 oldalba, és ezt nagyon gyorsan elmeséli, és van, ami például, hogy csak egy helyzetről szól.
Tehát, hogy a stílus is, a szöveg is, és magában a történet is nagyon változatos benne, és ez egy olyan rettenetes tempót ad ennek az egész könyvnek. Tehát elolvasva egy történetet, és a másik már tiszta más. Megint elolvasva egy történetet, megint tiszta más. És olyan jó tempója van az egésznek, tényleg, hogy szerintem egy üléssel lehet olvasni az egész könyvet. Teljesen egyetértek, de a másik dolog, hogy engem például sokszor éppen, hogy újraolvasásra késztetett, pont a tömörsége miatt, hogy tényleg mindent megértsek egy-egy történetben, hogy ne menjen el egyetlen egy részlet se, hogy azokat a nüanszokat tényleg ki tudjam élvezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon erős bemutatkozó kötet volt, és hát én nagyon várom, hogy mivel fog Puskás Fanni előhozakodni a eljövendőben. Teljesen egyetértek, egy fantasztikus élmény volt. Annak ellenére, hogy nem mindegyik történet volt tökéletes, egy fenomenális élmény volt szerintem, és mindenféleképpen megéri elolvasni. És most beszéljünk egy picit Anne Sexton Éj vagy haj meg című verses kötetéről, amit te választottál a beszélgetéshez. Hát ugye egy hiánypótló kötetről van szó mindenképpen, mert hogy Anne Sexton még nem jelent meg magyar fordításban eddig, holott az 1960-as években alkotott leginkább, és Sylvia Plath kortársa volt, akit viszont elég sokan ismernek a magyar olvasók közül. Pontosan, és ez is volt az egyik fő ok, amiért be akartam mutatni ezt a könyvet, amit mondtál, hogy tényleg Anne Sexton szerintem nálunk teljesen ismeretlen. Viszont a kortársa és egy nagyon jó barátja egyébként Sylvia Plath, aki ugyanúgy, mint Anne Sexton, lényegében ilyen úgy mondják, hogy confessional poets, tehát vallomásos költők, vallomásos költészet, akik a legbelsőbb érzéseikről írnak. Tehát nem olyan módon írnak, hogy most megpróbálok metaforikus lenni, hanem tényleg azt, amit érzek, kiírom úgy, ahogy van, tehát minden szépítés nélkül. Azt, amit érzek, kiírom. És ezért egyébként sokan nem szeretik őket, mert nagyon intenzív és nyersek ezek a versek. Főleg például Sylvia Plathnek van pár fantasztikus, de nagyon nyers verse, és ugyanez vonatkozik Anne Sextonra is. Anne Sextonról, mielőtt elkezdünk a könyvetről beszélni, mindenféleképpen meg kell említeni, hogy egy nagyon érdekes és nagyon megosztó személyiség volt az életében. Ugyanis ő több szegény egész életében mentális problémákkal küzdött, és ugyanúgy például a lányai mondták, hogy néha nagyon rosszul viselkedett hozzájuk, fizikailag vagy szexuálisan bántalmazta őket, és többen ezt vélik felfedezni például a versekben is, és Anne Sexton többször mondta, hogy nagyon sajnálja, ahogy viselkedik. Végül is ő öngyilkosságot vetett el az élete végén. Bipoláris zavarra küzdött egyébként, hogyha jól értettem. Szerintem ez a téma, az egyik fő témája a könyvnek is, hogy egyszerűen nincs megértve. Tehát, hogy olyan nézése van az írónak, legalábbis nekem a nézésem volt a versekből, hogy ő próbál segítséget kérni mindenkitől, de senki nem érti őt. Tehát, hogy azt mondja, hogy igen, problémámmal szeretnék segítséget kérni, de senki nem érti, vagy nem akar neki segíteni. És nekem nagyon úgy tűnik, hogy maga az költőnő szinte széteső formájában van ebbe a kötetbe, és megpróbál valahogy megtalálni saját magát, megpróbál értelmet találni a világba, vagy a létezésbe. Hát ez sajnos nem nagyon sikerült neki, mint így utólag tudjuk. Érdekes a kötetben szerintem az, hogy az a szervező elve, hogy nincs szervező elve gyakorlatilag ennek a kötetnek, mivel, ahogy ő is említette, gyakorlatilag abban a formában, ahogy megíródtak a versek, és időrendi sorrendben rakja egymás mellé a verseket, amitől egy picit ilyen naplószerű lesz számomra ez az egész, és tényleg feltárul előttünk a mentális betegséggel küzdő elme gyakorlatilag minden mozzanata. És nekem sokszor egy picit ilyen zavarosnak is tűntek a szövegek, talán pont emiatt, mert talán ez a megértés, amit azt mondod, hogy az olvasótól, vagy az íráson keresztül próbált meg elérni a költőnő, ez talán önmegértés hiányában is van, mert hogy gyakran ő is úgy tűnik, mintha nem egészen tudna mit kezdeni az élet különböző aspektusaival. És szintén meg kell említeni, teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy pont emiatt, hogy ez a vallomásos költészet rengeteg tabu témával foglalkozik benne, amit nem tudok elképzelni, hogy az 1960-as években hogy fogadhattak. Tehát több téma, a mai napon is van, hogy sokan azt mondják, hogy ezzel nem akarok foglalkozni. Hát igen, például ilyen ugye maga az öngyilkosság, aztán van a gyógyszerfüggőség tematikája, ami eléggé hangsúlyos. Ugye ott van az a gyerekekkel való ambivalens viszony is, ami szintén eléggé
Hát sarkalatos téma mindenképpen, és mindenképpen egy annyira érzékeny téma, amivel még talán ma is nehezen kezd valamit az olvasó, de például a maszturbáció is ott van a témái között, vagy a menstruáció. Tehát ezek a nagyon erős testi folyamatok, amelyek azért azt hiszem, hogy ritka, hogy egy lírában ennyire erős lenyomatot hagynak. Ez teljesen egyetértek, és szerintem ez is adja meg az erejét ennek a kötetnek, és mielőtt kezdtük a forgatást, említetted, hogy nem nagyon, vagy voltak kivetéseid a fordítással kapcsolatban? Nekem igen. Én aztán, hát megmondom őszintén, amikor az első pár verset elolvastam, volt, ami nagyon-nagyon tetszett, és voltak benne nagyszerűen átültetett költői képek, és nagyszerű szövegrészek, de aztán volt olyan, tehát egy hosszabb versekről van szó, volt olyan, hogy a vers közepére már teljesen elvesztem abban, hogy mit is akar a költő mondani, hogyha ezt ilyen bolondul megfogalmazhatom. És engem kifejezetten érdekelt, hogy ez vajon a szövegek sajátossága, talán a mentális problémák tükröződéseként, vagy valami elveszett a fordításban. És hát megnéztem az eredeti verseket, és szerintem azért elég sok minden elveszett itt a fordításban. Igen, tehát ezt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a versfordítás talán az egyik legnehezebb fordítási folyamat, ami létezik, ugyanis verset, és ezt többen mondták nekem, egyszerűen nem lehet egyezetben lefordítani. Itt meg kell ezt a hangulatot kicsit ragadni, de egyébként, ahogy említetted, én eredetileg még a magyar fordítás előtt olvastam az eredeti angol verseit, és annak ellenére, hogy szerintem jó fordításról van szó, egyetértek, hogy pár versben tényleg egy kicsit elveszik az ember. És tényleg lehet, hogy az a érzése az eredeti versnek egy picit úgy elveszik, ahogy mondtad. Egy kicsit. De mindenképpen azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez egy nagyon jó dolog volt, hogy lefordították ezeket a verseket, hiszen így ismerheti meg az olvasó gyakorlatilag az ő munkásságát, és hát én remélem azt is, hogy az elkövetkezendőkben több Anne Sexton fordítást is láthatunk majd, mert azért mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes megismerkedni az életművével, hát Pulitzer-díjat kapott, és nem hiába. Igen, és pontosan ezért a művét kapott Pulitzer-díjat, és én is nagyon remélem, hogy lefordítsák a verseit, ugyanis tényleg Amerika talán egyik legjobb modern költőjéről van szó. Mivel most volt a moziban Agatha Christie Halál a Níluson című adaptációja, illetve Lee Child's Jack Reacher-je felkerült a Prime Videóra, úgy gondoltam, hogy elhozok pár érdekes jövőbeli film, illetve sorozat adaptációt híres regényekből. Az első, amit mindenféleképpen akarok ajánlani, az a most márciusban kijövő Deepwater című erotikus thriller Ben Affleck és Ana de Armas főszereplésével, amelyet Adrian Lynch rendezett. Ez a rendező első munkája az elmúlt 20 évben. A könyvet Patricia Highsmith írta, aki egyébként megírta a világhírű A tehetséges Mr. Ripley-t is. A film a Hulu-n, illetve nálunk a Prime Videón fog kijönni. Tovább meg szeretném említeni a pár éve még bejelentett Laughter in the Dark, Nevetés a sötétben című Vladimir Nabokov adaptációt. A könyvet a Netflix The Queen's Gambit a vezércsel alkotó csapata fogja elhozni nekünk, a rendezői székbe Scott Frank fog ülni, és a lányt pedig a mindig zseniális Anya Taylor-Joy fogja megtestesíteni. Szintén meg szeretném említeni, hogy a Sugi Bain című Douglas Stewart regényt az A24 fogja adaptálni filmre, amit alig várunk, és rossz hírként pedig a pár éve a könyvklubban szintén bemutatott Chimamanda Ngozi Adichie Americana című világsikerű regényét, amelyet Lupita Nyong'o adaptált volna az HBO-nak, sajnos eltörölték. Nagyon sajnáljuk, viszont reméljük, hogy a jövőben más streamelési szolgálat vagy más tévécsatorna felveszi a sorozatot. Mivel az utóbbi napokban elkezdtem olvasni a legendás francia író André Gide munkásságát, rájöttem, hogy az egész munkássága rákerült az Egyház Index Librorum Prohibitorum nevű tiltott könyvek listájára. És ezzel jutott eszembe a következő téma, botránkönyvek. Salman Rushdie 1988-ban kiadta a Sátáni versek című regényét, amely nagyon jó kritikai és olvasói reakciót kapott, viszont sajnos a muszlim hitközösségek nagyon rosszul reagáltak rá. És ez az egész helyzet annyira elromlott lényegében, hogy így mondjam, hogy az Ayatollah Khomeini 1989-ben fatvát hirdetett az íróra. Ezután elszabadult a pokol, támadások voltak, és sajnos
pár haláleset is volt. A fatvát csak azt törölheti el, aki kihirdette, viszont az Ayatollah Khomeini 1989-ben meghalt. Lady Chatterley szeretője, William S. Burroughs mesztelenebédje vagy Henry Miller művei. Mind-mind be voltak tiltva a történelem egy-egy pontján, vagy bíróságra tették őket, viszont az összesnek sikerült megvédeni magukat, és ezáltal újra és újra bebizonyították a szólásszabadság és a művészi szabadság létfontosságát és az abszolút muszájságát az irodalomba és a világba. És hogy befejezzük a botrányos könyveket, mindenféleképpen meg kell említeni John Clelandet, aki 1748-ban börtönbe ült, és megírta a Funny Hill című regényt, ami az angol irodalom első nyíltan pornográf regénye lett. Amit kiadták a regényt, be lett tiltva, és az író visszakerült a börtönbe. A regény egyébként az emberiség történelmének az egyik legtöbbet betiltott regénye. Hoztam nektek pár könyvújdonságot, amelyeket én személy szerint nagyon várok, és úgy gondolom, hogy számotokra is érdekesek lehetnek. Az első nem más, mint Závada Pál új regénye, az Apfelbaum, amely a márciusi hónap folyamán fog megjelenni a Magvető kiadó gondozásában. És hát a leírás alapján nagyon izgalmas és eklektikus regénynek ígérkezik, és ez is hasonlóan a többi korábbi regényeihez nagyon történelembe ágyazott mű lesz. És én ezt személy szerint az ő műveiben egyébként nagyon szeretem, úgyhogy hát nagyon várom, hogy milyen lesz az új regény. A másik, amit kimondottan várok, az Sándor Iván Szakadékjátszma című regénye lesz, ahol a sakk és az irodalom lesz a főszerepben. Ugyanis a főhőse egy gimnazista fiú Endre, aki sakkbajnok, és két másik gimnazista társával egy egyetemről kirúgott oktató tanít nekik világirodalmat. A harmadik könyv, amit kifejezetten várok, az pedig nem más, mint Hania Yanagihara To Paradise című könyve, ami tulajdonképpen a napokban meg is jelent egyébként, viszont a magyar fordítása természetesen azért egy picit várat magára, és nagyon-nagyon remélem, hogy lefordítják magyarra, ugyanis tőle az Egy kis élet című regény az számomra egy nagyon meghatározó olvasmány volt pár évvel ezelőtt. A To Paradise is egyébként New Yorkban fog játszódni, hasonlóan az Egy kis élethez, három különböző időségben, amelyek között 100-100 évnyi különbség van. És én a magam részéről nagyon-nagyon szeretem az ilyesfajta írói játékokat, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél hamarabb megérkezik hozzánk a To Paradise. Az egyik legkedvesebb író számomra Milan Kundera, cseh író, aki a 70-es években aztán emigrált Párizsba a rendszerrel való összetűzése okán, és hát mind a mai napig ott él, ma 92 éves. Hogy mit szeretek benne? Hát egyrészt szeretem a történeteit, aztán nagyon szeretem az esendő és nagyon emberi karaktereit. Nagyon szeretem azt, hogy mindig filozofikus mélységekbe bocsátkozik, és olyan egzisztenciális kérdéseket feszeget, amelyek mindannyiunk életében szerintem nagyon jelentősek. De talán a legeslegénkább azt szeretem, hogy mindemellett a súly és nehézség mellett nagyszerűen tudja ellensúlyozni ezt a saját könnyed, ironikus humorával, és ez a fajta termékeny kettősség az, ami számomra letehetetlenné teszi az ő könyveit. Talán a leginkább ezt a Lét elviselhetetlen könnyűsége című regénye példázza számomra, amely egy gyakorlatilag egy szerelmi háromszög, vagy ha tetszik, sokszög története, amelyben annyira össze vannak bonyolódva a szereplők, és annyira nem tudnak se egymással, se egymás nélkül élni, hogy az teljesen összetöri az ember szívét. De egy másik nagyon fontos regénye az Élet máshol van, amely tulajdonképpen egy fiatal Jaromír nevű költő életútján keresztül mutatja be azt, hogy az ideológiák, az eszmék hogyan tudnak a saját ellentétükbe fordulni, és hogyan lesznek valami teljesen torz valamivé, amik az ember életét és a társadalom életét meg tudják keseríteni. De ha szeretnétek ismerkedni az életművével, akkor mindenképpen ajánlom nektek a Lassúság című regényét, amelyet eredetileg már franciául írt. Ez egy hihetetlenül bohókás, Szent Ivánéi kavalkád, ami azt hiszem, hogy annak ellenére az egyik legkönnyebb és leghumorosabb könyve Kunderának, hogy egyébként itt is olyan nagyon fontos és nagyon mély témákat is feszeget, mint például, hogy a felgyorsult élet, a technológiai fejlődés hogyan nyúlnak be mindannyiunk életébe. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő adásra is, mert akkor is nagyon sok újdonsággal, nagyon sok jó könyvvel és jó hangulattal várunk majd benneteket. Sziasztok!
Sziasztok, és olvassatok velünk!